Már 2019-ben elkezdődött a meglévő ipari park korszerűsítése Csengerben. Erre 650 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat a magyar államtól. Egy teljes közművesítést oldunk most meg. 6 méter széles aszfaltutat építünk, járdával építjük meg, és teljes közműszolgáltatást építünk ki, vizet, gázt, villanyt, internethálózatot építünk most folyamatosan ki. Szintén egy hónapon belül ez a beruházás is megvalósul, és egy új övezetet is alakítunk ki az ipari parkban, ahova már nem titok, azért is építettük meg, mert több jelentkező volt, akik már vásároltak is tőlünk területet, és ennek az ipari parknak a szélére pedig várjuk az új börtönnek az építését is, és többek között ennek a teljes közmű infrastruktúráját is jelen pillanatban alakítjuk ki, vagy már ki is alakítottuk. Az ipari park fejlesztéséhez hozzátartozik egy 700 millió forintos beruházás is. Ez olyan csarnok építését teszi lehetővé, amelyet induló, saját üzemet építeni még nem tudó vállalkozások bérelhetnek. Ezek mellett egy másik nagy projektbe is belekezdett az önkormányzat tavaly. A buszok eddig az út szélén parkoltak, várónak pedig egy kis helyiség volt kialakítva. Így időszerű lett a járási székhelynek egy megfelelő méretű és felszereltségű buszpályaudvar kialakítása. Erre szintén kaptak állami segítséget 250 millió forint vissza nem térítendő támogatás formájában. A buszpálya udvar jelen pillanatban napokon belül átadásra fog kerülni. Makovec tervező csoportjának az embere tervezte meg, Csengerváros főépítésze Csernyus Lőrinc, amely szintén a Csenger központjában az organikus építészethez beilleszkedő épületet tervezett meg és építettünk meg, amelyben kiszolgáló helyiségek vannak, irodai helyiségek vannak a buszsofőröknek, volán dolgozóknak pedig pihenőirodák vannak benne megépítve, és természetesen egy nagyon komfortos 21. századi váróterem is lesz, ahol a lakosok és az utazó közönség várhatják majd a buszközlekedést és a csatlakozásokat is. A korábban bejelentett börtön kivitelezése is folytatódik. A tervek szerint 2 éven belül befejeződnek az 500 férőhelyes létesítmény építési munkálatai.